Korábban már hírt adtunk róla, itt a Kiskörös Televízióban, hogy a Magyarországi Erősport Szövetség a kiskörösi önkormányzat és a helyi vállalkozók támogatásával keresi a szüret legerősebb emberét. A verseny a Kiskörösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok keretében szeptember 5-én kerül lebonyolításra. Eredetileg egy hónap állt a város és a környék erős embereinek rendelkezésére a jelentkezéshez, ám július közepére már betelt a létszám. Még egy hónap se telt el azóta, hogy meghirdettétek a szüret legerősebb embere címet, és már is le kellett zárni a jelentkezéseket. Miért? Hát azóta már elég sok minden alakult. Úgy néz ki, hogy megvannak azok a versenyzők, akiket én szerettem volna, hogy induljanak. Úgy néz ki a dolog, hogy 6 helyi kiskörösi versenyző lesz, és 4 vagy 6 vidéki. 2 bajai, 2 dunaújvárosi, 2 szabadszállási, és talán még 2 meglepetés. Azokon a versenyzőkön kívül, akik indulnak a versenyen, lesz még 2 nemzetközi versenyzőnk, Bécses Attila és Pinke Zoltán. Nem kell megijedni, ők nem indulnak a versenyen, ők egy bemutatót fognak tartani. Plusz még Kelemen Lacival lehet majd szkanderozni a verseny után. Ez egy pénzdíjas szkanderverseny lesz, úgyhogy mindenki, aki kimaradt az erős ember versenyből, és úgy érzi, hogy bizonyítani szeretne, az jöhet szkanderozni. Említettél itt nemzetközi szintű és ismertségű neveket. Azt hiszem, hogy ha elféle erős ember versenyről beszélünk, akkor a 2 Fekete Laci neve a legismertebb az országban. Ők nem jönnek esetleg? Hát Fekete Lászlóról én nem szeretnék mondani semmit, nincs hozzá semmi közöm, se véleményszer szeretnék mondani róla, nem vagyok vele se rosszba, se jóba, csak annyit szeretnék ez az egészhez hozzáfűzni, hogy ez az én versenyem, az én érdemem, a támogatóim segítségével jön létre ez az egész verseny, és neki ehhez úgymond semmi köze nincsen. Beszéljünk akkor azokról a versenyzőkről, akik itt lesznek. Név szerint 2 említettél, akik nemzetközi szintűek, esetleg szeretnél még név szerint másra is kitérni? Hát akiket a kiskörösiek ismerhetnek, az szerintem a Buki Tibi. Ő régen nagyon jó fekvenyomó volt, indult versenyeken, meg a Palágyi Dávid is szerintem sokak között ismerősen cseng, hogyha meghallják ezt a nevet. Ő is fekvenyomó és erőemelő versenyző volt. A többieket is ismerted már korábban? Én mindenkit szinte csak akkor ismertem meg, amikor ide kerültem Kiskörösre 1 évvel ezelőtt. Azóta azonban már találkoztatok, ha jól igen, tudom, azóta, nem is egyre. Azóta rendszeresen van, akivel együtt edzek, de van olyan is, akivel nem edzek együtt, csak tartjuk a kapcsolatot személyesen vagy internetes fórumokon. Összejöttek már a versenyzők, úgy tudom, legalábbis a nagy többségük egy gyakorlásra, edzésre, hogy lehet ezt nevezni? Hát a helyi versenyzőknek biztosítottam lehetőséget közös edzésre, Fülöpszálláson Kelemen Laci barátomnál, mert Fülöpszállás az a legközelebbi olyan hely, ahol ilyen erős ember eszközök vannak, és ott összejöttünk egy délelőtt, és mindenki kipróbálhatta magát, hogy mit tud ezekből a számokból összehozni. Először mindenkinek nagyon furcsán sikerült, meg nyögvenyelősen ment a dolog, mert teljesen új volt ez az erős ember sport, az nem egy olyan edzőtermi téma, hogy a rudak meg minden, hanem ott tényleg eszközök vannak, de én úgy gondolom, hogy az edzés végére mindenki belejött, és teljesen jól éreztük magunkat. Én úgy mentem el arra a közös edzésre, hogy nem szeretnék edzeni, és mégis olyan 12 óra fele már rólam is szakadt a víz, és én is ott hajlítottam a vasat. Milyen versenyszámok lesznek? 1-2-t már említettél a korábbi beszélgetésekben, úgy tudom azóta már teljes egészében összeállt a program. Igen, összeállt már a kép. Lesz röntnyomás, traktorhúzás, koffercipelés, autótartás, felhúzás. A felhúzás is autóval lesz, egy speciális keret segítségével kell az autót emelni, és lesz még hordócipelés. Egy 30 kg-os súlyú hordót töltünk meg 50 kg, vagy 50 liter vízzel vagy borral, és akkor majd azt kell a versenyzőknek 40 méterre elcipelni. Ezt még lehetőségük a versenyzőknek gyakorolni a versenyig? A versenyig még 2 közös edzésünk lesz, ugyanúgy Fülöpszálláson, mindenkit sok szeretettel várok, de összebeszélünk a srácokkal, szóval ez így működik a dolog. Akit érdekel, az el tud jönni, szerintem mindenféleképp. Gondolom azért már egy ilyen edzésből fel tudtad mérni azt, hogy milyen állapotban vannak a leendő versenyzők, mennyit tudnak majd teljesíteni, emelni, hogy látod, izgalmas verseny lesz? Hát szerintem mindenféleképp izgalmas verseny lesz, de igazából ezt így az első gyakorlás alkalmával még nem lehet kijelenteni, mert a technika elsajátítása az nem egy alkalom.
Tehát attól függetlenül, hogy mondjuk az egyik versenyző erősebb a másiknál, az nem azt jelenti, hogy a versenyen is jobb lesz nála, mert hogyha a gyengébb versenyzőnek jobb a technikája, akkor simán fölé kerekedhet. Tudnak ők valahogy úgy is gyakorolni, hogy nem állnak rendelkezésre ezek az eszközök, amik fülöpszálláson vannak? Csak súlyzókkal tudnak gyakorolni, de az messze nem olyan, mint azok az eszközök. Azoknak az eszközöknek a használatához olyan speciális technikák kellenek, amiket csak azokkal lehet elsajátítani. Biztos megkérdezték már tőled, hogy valamiféle segítségre, bundára, az eredmény befolyásolására lesz-e lehetőség, illetve hogy fogjátok ezt kiszűrni? Hát ezt nagyon egyszerűen ki lehet szűrni, ugyanis itt az eredmény csak attól függ, hogy a versenyző milyen formában van és hogy teljesít az adott versenyszámban, hogy minél gyorsabban teljesíti azt az adott gyakorlatot, vagy pedig minél nagyobb súlyt emel fel. Itt úgy gondolom, hogy elég egyértelműen meg lehet határozni azt, hogy ki hanyadik helyen végzett. Lesz zsűri egyébként ennek a versenynek, vagy egyszerűen csak elég lesz lejegyezni ezeket az eredményeket? Én leszek a versenybíró. A lebonyolításban én fogok segítkezni, meg Házlaci bácsi fog még eljönni, a Megyei Sportszövetségnek az elnöke. Cérna János is nagyon sok mindenben a segítségemre van, és úgy gondolom, hogy így hárman össze tudjuk hozni ezt a színvonalas versenyt. Akkor ezek szerint te nem fogsz indulni? Nem, én nem indulok. Talán majd jövőre, de az se biztos. Úgy gondolom, hogy a saját versenyemben, ha indulnék, akkor az nem lenne fair. És hát neked egyéb más rengeteg dolgod lesz, gondolom, hiszen a szervezés az nagy részt a egészében a te érdemed, ugye az említett Cérna János segítséget nyújt hozzá, ha jól tudom. Igen, igen. Mondjuk el azért még egyszer pontosan, hogy hol lesz ez a verseny, mikortól várod az érdeklődőket, vagy várjátok a nézőket? De rég jó OTP előtt lesz a verseny, a lezárt utca szakaszt fogunk biztosítani a verseny számára. Szeptember 5-én kezdődik, délután 5 órakor. Ez szombat? Igen, igen, ez egy szombati nap. Hát versenyzők jelentkezését már nem várjuk, de akik úgy érzik, hogy a kiskörösieknek szeretnének szurkolni, azok mindenféleképp jöjjenek el és nézzék meg a versenyt. Még ami fontos lehet, hogy az eszközök, amik majd itt lesznek, autók, különböző súlyok, azok fülöpszállásról kerülnek ide, vagy esetleg részben fülöpszállásról, részben Dunaújvárosból, és részben Kiskörösről az autókat ezt helyben biztosítják a számomra.